Sziasztok, ahogy ígértem, folytatjuk a holland árak elemzését, ami nem biztos, hogy annyira reprezentatív, hiszen a kialakult háborús helyzet miatt itt is folyamatosan mennek fel az árak. Állítólag 1977 óta nem volt olyan nagy az infláció, mint most. Ha csak annyit mondok, hogy két hete egy doboz vaj kb. 3,5 euró volt, most pedig 4,5 euró, akkor mindent elárulok. Ennek ellenére a hollandok ott segítenek, ahol tudnak. Pont a hétvégén is volt egy fantasztikus koncert a Groningeni Ifjúsági Zenekar jogoltából, ahol adománygyűjtés zajlott Ukrajnának, de nézzünk bele, hogy milyen szép és megható volt ez a koncert. Most pedig, ahogy ígértem, jöjjenek az árak. Egy étterembe megyünk el először, nézzük, mennyi az annyi. Ehhez viszont kell az okulláré. Bizony, voltam nyáron szemészeten, és ott megállapították, hogy a kor miatt hamarosan szükségem lesz olvasó szemüvegre, így hát vettem magamnak a bútba 1000 forintért egy nagyon komoly szemüveget, amit viszonylag ritkán tudok felvenni, főleg ha a kezembe van a menü. Hát azért csak sikerül. A kisfiam mindig leveteti velem, mondván, hogy nagyon csúnya vagyok benne, de hát legalább praktikus. Na szóval, a lényeg, hogy most egy középkategóriás étteremben ülök. Igazából csak egy teát rendeltem, de ez nem jelenti azt, hogy a klotyó mellé kell ülnöd. Természetesen megkérdezik, hogy kérsz enni, de ha nem, az sem jelent problémát. Na nézzük az árakat, jó gyerekek? Ez a biztos. Azt mondja, hogy egy cappuccino 3,10 €, egy kis üveges kóla 2,80 €, egy hamburger mindenféle fincsiséggel 14,5 €, nézzünk azért egy főételt is, kacsacunk sütőtökkel, sült krumplival és valamilyen krémmel vagy szósszal, nem tudom pontosan ez mi, 21,5 €. És a végére hagytam a desszertet, ez mondjuk isteni lehet, csokoládé és karamellás torta, vanília fagyival, nyami-nyami, de imádom. Na jó, 7,5 €, ez a lényeg, vannak árak, az egészen biztos. Úrcs, na jó, lehet, hogy drágább szemüveget kellett volna vennem. A város legnépszerűbb gyerekkönyvtára a Fórumban található, ami Groningen város kulturális központja, és egyben a legújabb épülete is. 2019-ben nyitották meg, de most beszéljünk az árakról. 18 éves korig a tagság ingyenes, felnőtteknek pedig 4 € egy hónapra. Ide kell visszahozni a kölcsönzött könyveket, illetve az ember itt kapja ki a könyveket. De az olvasás mellett számos szórakozási lehetősége is van a gyerkőcöknek, és amit nem győzök ismételni, hogy ingyenes. Fodrászat és fodrászat között óriási különbségek vannak itt Hollandiában, de átlagosan egy női hajvágás 22 €, egy férfi hajvágás 20 €, a gyerekek haját pedig 15 € vágják le. Ami a sportot illeti, edzőteremben egy havi bérlet körülbelül 30 €. Többen kérdeztétek, hogy mennyibe kerül a bérlet tömegközlekedési eszközökre. Erre igazából nem tudok válaszolni, mert hogy Hollandiában nincsen, hogy bérlet, ami van, az a napi jegy. Itt Groningenben 16 € kerül egy napi jegy, amivel bejárhatod Groningent, illetve a környező városokat, sőt még Frisföld egy részét is. Úgyhogy ha valaki nagy kirándulásokra készül, akkor mindenféleképpen olcsóbb, és jobban megéri napi jegyet venni.
Végül pedig jöjjön az egészségügy, ami szerintem az egyik legfontosabb különbség Magyarország és Hollandia között, hogy itt a gyerekek is házi orvoshoz mennek első körben, nem a gyerekorvoshoz. Tehát, ha a gyerek beteg, elviszed a házi orvoshoz, ő pedig, hogyha úgy gondolja, hogy nem tud megbirkózni a problémával, akkor beutalhatja a gyerkőcöt egy gyerekorvoshoz. Alapvetően, aki Hollandiában dolgozik és él, annak kötelező az egészségbiztosítás, ami 115 eurónál kezdődik, ez az alap, és ez tulajdonképpen mindent fedez, de persze, hogyha az embernek extra igényei vannak, akkor lehet kiegészítő biztosítást is kötni. Ami számomra nagyon furcsa volt az elején, hogy 385 euróig te magad fizeted a gyógyszereidet. De hogy néz ez ki a gyakorlatban? Elmész az orvoshoz, felírja neked a gyógyszert, kiváltod a patikában. Ott nem kell fizetned, csak egy bizonyos idő eltelte után levonják a számládról. Amint viszont eléred a 385 eurót, onnantól kezdve nem kell a saját zsebedbe nyúlnod. A gyerekeknek a fogászat 18 éves korig ingyenes, hip-hip hurrá, leszámítva a fogszabályzást, de egyébként az alapbiztosítási csomagban a felnőtteknek is benne van a fogászat, de csak akut esetekre. Tehát gondolok itt egy foghúzásra, fogtömésre, de amennyiben valaki porcelán fogakat szeretne, akkor azt már nem állja az alapbiztosítás, ahhoz szükség lesz egy kiegészítő biztosításra. Most hirtelen ennyi jutott az eszembe, gyerekek, de hogyha van kérdésetek még azzal kapcsolatban, hogy mi mennyibe kerül, ha kimaradt volna valami, akkor írjátok meg léci kommentben. Ha pedig tetszett ez a mai videóm, akkor léci iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Nagyon köszönöm nektek. Remélem, hogy hamarosan újból találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Puszi, csók a családnak! Sziasztok! 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 Ne felejtsetek el feliratkozni! Köszi! 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 Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!